Október 12-én mutatták be a nagyközönségnek Kökölyszi és Bobojsza történetét a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Az előadás a Nagy Színház idei évadának első gyermek előadása, amelyet Jankovics Anna vitt színpadra. Az előadásról Puskás Barbara kolléganőm készített összeállítást. Várost és fényűző kastélyokat, falvakat, kunyhókat, mint átmutat, gondosan választ egy férfit, egy nőt, tollával rájuk mutat. Török Sándor meseregényét, a Kökölyszi és Bobojsza című művet mutatták be október 12-én a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Ez a teátrum idei évadának első gyermek előadása. A zenés mesejáték Jankovics Anna rendezésében került a Nagy Színház színpadára. Én egyébként korábban már rendeztem gyerekelőadásokat, az a nagy különbség számomra, egyrészt itt most egy új társulatban tehetem ezt, és ez a része nagyon-nagyon jó élmény volt számomra. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon nyitottak, befogadóak, kreatívak és lelkesek az emberek, annak ellenére, hogy tavasszal kezdtük el ezt a darabot, amikor már elég évad vége volt, és tehát, hogy akkor már mindenki elég fáradt volt, és mégis abszolút sikerült szerintem ezt a lelkesedést és játékkedvet így nekik is előhozni magukból, és talán egy picit ebben én is közre tudtam működni, hogy ezt elő tudják hozni. Nagyon örültem, mert nekem amúgy is szívügyem a gyerekkornak az az időszaka, amikor még tényleg olyan, mintha még így kapcsolatban állna sokkal jobban a gyermek a fantázia és a képzeletvilággal, és szerintem felnőttként is nagyon sokat tanulhatnánk ebből, hogy ezt a most divatos kifejezéssel a bennünk éllévő gyermeket, ezt őrizgessük magunkban. Most sem rátalakszik, hanem a főnökére. Igen, hibázott, amikor te veled beszélt ilyen csúnyán, beleszeretett volna, csak azt nem teheti meg. Kökölyszit Szabó Dorottya, Bobojszát pedig Sirkó László alakítja. Andrész szerepében Varga Huszti Máté látható, szüleit pedig Danyi Judit és Hegedű Zoltán játsza. Szerintem Kökölyszi karakterének a legfontosabb pontja a szeretet. Ő egy nagyon szeretetteljes és nagyon pozitív manó, aki mindig törekszik a napfény felé nézni, és mindent megoldani, és mindent szeretettel kezelni. Bobojszát meg nyilvánvalóan gyerekkorában is keveset simogathatták, mert ő pedig nagyon szeretetigényes. Azért duzzog, azért tüskés, de a szemes harkában ott van a lehetőség. Török Sándor zseniális figurákat írt, és a kérdések, amiket megfogalmazott, a gyerekek lelkének kérdései, az mind-mind itt van a színdarabban. Előkerülnek, és a legjobb esetben választ is kapnak. Török Sándor művének mondani valója örökérvény és tanításokkal teli. A mondani valója az nekem nagyon tetszik, és úgy gondolom, hogy az nagyon jó és csodálatos, és amit a finálé is, szövege is kifejez, hogy őrizd meg a gyermekéned gyakorlatilag. De az volt például pici nehézség, hogy ugye 39-ben, amikor írták ezt a darabot, ott például az apa eredetileg például 2 hónap pofont ad a gyerekének, ami ma már ugye azért egy kicsit, tehát voltak olyan picit a korral elavult részei, és a szerzők is próbálták ezt közelebb hozni, és mi is próbáltuk ezt közelebb hozni, plusz ez maga a díszlet kitalálása is, hogy tényleg én szerettem volna nagyon, hogyha tudják minél sokfélébben használni, és hogy ez az egész a valóság és a képzeletbeli világ folyamatos váltakozása az viszonylag frappáns tudjon lenni, és hogy ez így megtörténjen. Maga a mű nem csak a gyermekeknek szól, hanem a felnőtteknek is számos tanulsággal szolgálhat. Külön érdekessége a darabnak az, hogy a gyerekeknek szól, és hogy azért a felnőtteknek is van benne tanulság, hiszen... Az üzenetek, igen, hiszen, hogy legyetek szívesek segíteni a gyerekeknek. Hiszen szerintem a felnőttek és a szülők is sok helyzetben magukra ismernek, amikor esetleg azért türelmetlenebbek a gyerekkel, mert őket bent a munkahelyükön bántás érte. És nem csak a gyerekek kapnak
választ a kérdéseikre, hanem a felnőttek is magukra tudnak ismerni. Jó esetben. Át tudják gondolni. Kutya kötelességünk a színházban a válaszokat megadni a legkisebb embernek is, aki megtisztel bennünket, hogy bejöjjön, vagy bejön a színházba. Úgy gondolom, hogy ebben is egyetértünk, mint sok egyébben. Tehát a kicsi gyerek kérdésére, ha nem este, az esti mesénél, az esti simogatásnál, az esti elalvásnál kap a gyerek választ, akkor legalább tőlünk kapjon, ha behozzák őket. Vízet állt együtt, minket hív a nagy virág, papon állt a tempredi a kíváncsiság. Új csodákat látott Viktor eltátod a szám. A szöveget és a zenét Juhász Levente és Kovács Vera írta. A mese előadásban megjelennek az álomszerű motívumok, de a hétköznapi történések is egyaránt, mindez zenés, rebbetétekkel fűszerezve. Egyik fontos momentuma a darabnak az Istennel való kapcsolat. Megjelennek a szülők által emlegetett rettentő mumusok is, amelyek végül kiderülnek, nem is olyan rémisztőek, mint ahogy a gyermek gondolja. A főszereplő tele van kérdésekkel, amelyre a két manó próbál meg válaszolni, olykor izgalmas kalandokon keresztül. Nagyon nehéz megtapintani igazából a gyermeki, és most a jó értelembe vett értelemben nézve a naivitását egy gyereknek, hogy tud rácsodálkozni a legnagyobb őszinteséggel a világra, a világ minden részére. Hogy szembesül olyan problémákkal először valaki, amik a mai világunkban, a mai életünkben már mondjuk nem jelentenek problémát. És nyilván ez rengeteg házi feladatot igényel, hogyha így mondhatom, hogy feleleveníteni ezeket a pillanatokat az életben, amikor rájön az ember, hogy ő miért kiabált vele az apukája, vagy miért szittak le, vagy stb. És akkor ezeket tulajdonképpen egy feldolgozásként is lehet értelmezni, vagy én legalábbis rengeteget dolgozok fel ebben a darabban. A történet jól ábrázolja a gyermekkor szépségét és kérdéseit, valamint a felnőtté válás folyamatát. Napjainkban sok esetben nem kapnak kérdéseikre választ, ebben is segítséget nyújt a Kökölyszé és Bobolysza előadás.